Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, srácok, jön egy kis Antem, ugyanis, ha oh, oh, hát figyelem a híreket, szeretném ennek a játéknak a szikráját életben tartani, és remélhetőleg jó lesz, amit alkotnak az Antem 2.0-val, ugyanis ám most megjelent a BioWare-től egy ilyen blog, blog leírás arról, hogy mit és hogyan haladt a játékkal eddig, és hölgyém és úrém, egyre jobban haladunk az RPG stílus felé, ami az Antemet illeti, egyre változatosabbá teszik a játékot. Mindehez a forrást meghagyom ennek a videónak a leírásában, kérem szépen olvassátok el, és mindazok számára, akiknek reménye csillan felem a videó után a szeme, annak egy kicsit le kell törjem, mert hogy azt reményt, mert hogy szerintem lesz még egy jó év, amire eljutunk odá hogy Antem 2.0. Viszont, ha figyeltétek a videójában és az ezzel kapcsolatos híreket, egy jó irányba halad az Antem, és a mostani blogpost, amit csináltak, az pedig arról szól, hogy skillfa, arról szól, hogy felszerelések, arról szól, hogy egyféle mastery, System a, javelinekre, de mindenben belemegyünk egy kicsit részletesebben. No, de mégis milyen hírek uh, vannak. Igyekeznek kidolgozni egy Skill for rendszert, amit feloldasz, ahogy haladsz a játékkal, ami úgy gondolom, hogy az Antemrebből szempontból ráfér, ez a hagyományosabb RPG stílus. Viszont egy nagyon-nagyon jó dolog, uh, ami várható a játékban, az pedig egy ilyen. Most már nem lesz RNG, tehát nem kell RNG-re hagyatkoznod, hogyha meg akarsz szerezni egy skillt. Tehát nem azon, hogy majd droppolja, és ha makkod van, akkor olyan statokkal droppolja ö, azt a bizonyos skillt, hanem a skillek adottak lesznek. Tehát, mit tudom, én, -e, a gránát a rangernél az adott lesz, fel kell oldjad, ahogy haladsz a játékban, ugye, hogy húzod a karaktert, fel kell oldjad attól függetlenül, de meg lesz a skill maga. Viszont Ezeket a skilleket modokkal lehet majd felerősíteni, és hát van egy olyan érzésem, hogy ezek a modoknak a százalék aránya, tehát az ereje lesz az, ami a grindot fogja képezni, hogy a jobbakat szerezzük. De viszont, hogyha te kifejezetten azzal a skill-el szeretnél mászkálni a játékban, már nem kell arra várj, hogy a játék neked kidobja, és akkor, és akkor azon imádkozz, hogy jó százalékos arányt kaptál, vagy nem kaptál jó százalékos arányt. Szóval ez nagyon-nagyon pozitív. Dolog, és úgy gondolom, hogy ez kell az Antemnek. Hogyha ránéztek a blogpostra, ugye a link a videó leírásában, ha ránéztek a blogpostra, az UI ennek a, tehát a felülete, hogy kinéz nagyon Destinistre van fogva, ez még nagyon változott, de teljesen mindegy, hogy ez most Destinistre van, vagy nincs fogva, a lényeg az, hogy végre. Tehát végre valami olyasmit hoztak össze, ami sokkal ember emberbarátibb. Tehát tényleg az volt, hogy végig játszhattál akár egy, mit tudom, 50-100 órát a játékban, és még addig se dobta ki azt a skillt. És hogyha kidobta azt a skillt a játék, akkor se biztos, hogy azzal a százalékos arányjal, ami neked jó lett volna. Szóval így állunk most, hölgyeim és uraim. Na most mivel hogy sokan palaszkodtak arra, hogy a, a nyersanyagok meg az ilyesmények sok haszna nincs a játékban, ezért kitaláltak valami olyasmit, hogy artifact, és ez az artifactben lehet, hogy belemennek a nyersanyagok, nem tudom egészen, hogy lesz pontosan, de a lényeg az, hogy specializálja a javelinedet. És ahogy a blogpostban is kint van a képen, tegyük fel ott a ranger, és a rangernek lesz három változata, és el kell döntsd, hogy melyik úton haladsz el. Természetesen mind a három változatot ki lehet húzni, csak időt kell fektetni abba, hogy mind a három változattal elérjél ö, oda, hogy mit tudom, én, legyél, vagy feloljál minden skillt annak az adott javelinnek. Szóval ez, ez, nem egy rossz dolog, ez ugye meg, egyrészt megtanít arra, hogy mindegyik stílussal játszál, és jobban kiismerd a játékot, ha arról van ez szó. Na most ez nagyon megnyitja a kaput az entem előtt. Nem elég az, hogy, hogy lesz ugye ez a skillfa, nem elég az, hogy a skill állandóak lesznek, és még modokkal is fel lehet erősíteni. Ezen kívül természetesen arról is van szó, hogy megőrzik ezt a kombós harcrendszert. Szóval, ebből kiindulva, csak ebből kiindulva, elképesztő build változatosságoknak nézünk elébe. Ebben a játékban. És tudjátok, hogy én Warframe ezek, és ott amit szeretek a Warframe-be, azok a modok és a modolás tulajdonképpen, és. Ez csak abból a képekből, amit láthatunk a, a blogposzton, és a változataiból, amit lehet csinálni, ez komplexebb modolási lehetőséget adhat, mint a Warframe-nek van. A Warframe nem túl komplikált, de nem is túl egyszerű. A destiny túl egyszerű, viszont ez valahol a kettő ő közötti balanszot üti meg, nekem úgy tűnik. Szóval, ja, master tehát lesznek specifikusan, mindegyik javelisnek lesz, ahogy kinéz a blogpost, a három specifikus ágazata, az ágazatokat mind ki lehet húzni. A skillek adottak lesznek, azt is viszont fel kell oldani, és továbbá modokkal tudod felerősíteni azokat a skilleket tökéletes. Ennek, ennek, így kell lennie. Ö, gondolom, hogy ezt egy kicsit macera volt nekik megcsinálni, mert a Frostbite Engine nem igazán erre van tervezve, hogy az ember MMORPG-ket csináljon, viszont a Dragon age elég jól elsült, szóval talán nem kellett mindent az alapokról felépíteni ami viszont nekem egy kicsit a aggodalmamat kelt, hogy nem túl sok hír van arról, hogy hogyan bővítik ki a világot. Volt természetesen hír kalózokról, riftekről, új pályákról, viszont nem volt arról szó, hogy mennyire csinálják ezt kihívásra, nehézre. A Grandmaster szintet élvezem, tehát ami Grandmaster 3-ban van, az Epic, nagyon jó móka, kicsit sajnálom, hogy nörföltek a nehézségen, mert szerintem a nagyon nehéz változat volt az igazi, ahol a kombó változatok kijöttek és stb. igazán jól. Jó, lehet, hogy sokaknak egy kicsit nehéz volt az. A mostani Grand Grandmaster 3-as az egész jó kihívást tud nyújtani, hogy egy kicsit gyengébb javelined is van, élvezni tudod a játékot, szóval de rendben van, így is úgy is fel kell készülni a Grandmaster szintre, nekem tetszett ez a Grandmaster szint, viszont szeretnék látni én személyesen egy ilyen dungeon rendszert, mint ami a Diablo 3-ban van, nem lenne rossz. És hogyha, tehát Hát, vagy a, vagy a Warframe-nek a random generált pályastruktúráját, vagy hasonló, hasonló játékokat, hogy wave-based defense, vagy wave-based survivor, vagy, vagy, valami, ami, hogyha már változatos és erős bildeket csinálhatunk ebben a játékban, azok a pályák megadják ennek a bildnek a, a kihívását. És erről nincs szó. És ez az, ami aggaszt engem. Szóval nem szeretnék még egy destiny -t. ebből a szempontból, és a Destiny alatt arra gondolok, hogy nem szeretném azt, hogy olyan nehéz legyen, mint a Destiny, mert az nem nehéz, leszámítva a rédeket. És hogyha olyan Destiny szintű rédeket raknak be az antenbe, akkor kibaszott jó. Tehát értitek? A strike nem nehezek a Destiny-ben, és uh, ugye a küldetések, még Grandmaster 3 sem Over nehezek az Antemben sem, szóval élvezni lehet őket. És azok úgy vannak rendben, remélem abból sokat fognak még hozzáadni, mert nagyon jók. destiny is a sztrájkok nagyon élvezetesek, és itt is a, a küldetések az Antemben nagyon élvezetesek, ideig óráig. Tehát amíg már 50-szer vagy 200-szor végigmentél ugyanazon a küldetésen, akkor már nem igazán lesz mókás, ezért szükség van egy olyan állandó játékmódra, mint például a warframe van a Survivor, ugye közkedvenc, mindenki szereti, mindenki oda megy tesztelni, szükség van egy ilyen játékmódra, ahol az emberek, na igen, ez az, ide megyek be tesztelni, itt nézem meg milyen erős vagyok, itt jó lootot is lehet kapni, Szó értitek, mit akarok mondani, egy állandóság, mint ahogy például a diablo is ugye vannak a riftek, az ember oda bemegy nem csak lootolni, hanem tesztelni azt a bizonyos bildet is. Remélem a játékészítők díjazni fogják az erős és a kilógó buildeket, és itt arra gondolok, itt a Passive Exile példáját szeretném felhozni. A Passive exile díjazzák, hogyha Overkill buildet tudsz csinálni. Az Overkill build bildelés szinte a lelke a Pásza Vegzának. A minél erősebb, minél brokelebb egy bildet csinálsz, annál jobban díjazzák uh, igazából. A Warframe-mel ellentétben, ahol csinálsz egy broken bildet, és azonnal nörflik az egészet. Nem azt mondom, hogy a Pásza Vegzában nem nörföltek tényleg nagyon broken bildet, de ott inkább azért nörföltek, mert már Elvette, minden játékos kezdte használni, és ezáltal elvette a többinek a csillogását. Nem is az sokszor nem is róla, hanem más klasszokat húztak fel arra szintre, hogy azokkal is lehessen broken buildet csinálni. És remélhetőleg az Antem ezt látja, le is készítők ezt látják, és nem az lesz, hogy valami jót készítünk, és lenörfölik, mert hogy ne csak azzal játszunk, hanem a többit erősítik fel hozzá, hogy a változatosságot adják meg. A játéknak nagyon fontos dolog lenne. Ez egy apró dolog. Ahogy kinéz, egyelőre az Antem 2.0 amerre halad, ez egy teljesen jó pozitívum. Nem tudni, hogy hány ember dolgozik rajta, mikor jön ki, de állítom, hogy ide, ide még egy másfél év lesz, de de hogyha nyélbe ütik, és addig a piacon nem lesz semmi, ami konkurenciát okoz, a gondolok itt egy outridersre, már az azért talán lehet némi kompetíció, de ez a kis vasemberes téma azért sok embert megfog. Remélhetőleg ö, nagyon király lesz a játék. Egyelőre ö, így néz ki. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet. Uh, remélem élveztétek a híreket, az összefoglalót, a véleményt. Uh, hagyjátok le, ti mit szeretnétek látni az Antem 2.0-ról, csekkoljátok le a blogposztot. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!